Szeretettel és tisztelettel üdvözlöm Önöket a ma esti hangversenyünkön, ahol a francia-portugál Iverson nevezetű együttes lesz a vendégünk. Soyez bienvenus pour le public, monsieur le directeur de la musique, qui vous présente que Guy Iverson va jouer aujourd'hui pour vous. Nagy szeretettel mutatom be együttesünknek városunk polgármesterét, dr. Juhász Enikő, aki megtisztelte jelenlétével a hangversenyt. Je voudrais vous présenter madame le maire de la ville, Enikő Juhász, doktor. Rendkívül érdekes és fontos számunkra ez a mai koncert, hiszen ilyen jellegű fellépés még a városunkban és a zeneiskolákban nem volt. C'est très intéressant et très important votre présence aujourd'hui dans votre ville et dans votre école de musique, parce que ça n'existait pas jusqu'aujourd'hui. Sok szeretettel ajánlom az Önök figyelmébe, és átadom a házigazda szerepét Bali István úrnak, aki rajtuk kívül számos külföldi kapcsolatot szerzett már intézményünknek és Törökszent Miklós városnak, amit ezúton is megköszönök neki. Köszönöm a szót a zenekar vezetőjének, a portugál Joaquim António de Sousa úrnak, és aki bemutatja az együttest. Nous sommes très contents d'être là aujourd'hui. Nagyon elégedettek vagyunk, hogy itt lehetünk ma. Je voudrais commencer par remercier madame le maire et monsieur le directeur de nous accueillir. És nagyon szeretném megköszönni polgármester asszonynak és igazgató úrnak, hogy fogadtak ma bennünket. Notre orchestre va fêter son 10e anniversaire. A mi együttesünk ebben az évben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Nous regrettons de pas pouvoir être tous au complet. Mais nem lehetünk teljesen komplett együttesei. Nous ne sommes pas tous des professionnels, donc il y avait des personnes qui travaillaient et ne pouvaient pas se déplacer. Mivel mi nem teljesen profik vagyunk, és van közöttünk sok, aki dolgozott, és nem tudott eljönni. La plupart des guitaristes sont des guitaristes amateurs. Tehát közülünk nagyon sok az amatőr gitáros. Encadré par quelques professionnels. És természetesen közöttünk vannak profi gitárosok. Comme madame Marilyn Coquet. Marilyn Coquet asszony. A párizsi és hozzáteszem zenei konzervatórium tanára. Et monsieur Alain Pizoli. És az úr. Il y a deux autres collègues qui n'ont pas pu venir et moi-même. És két olyan személy még, aki profi a csapatban, akik nem tudtak eljönni, és a Kito, Antóniónak a beceneve, ezért így hívom, ő szintén a Párizsban a zenei konzervatóriumban gitár. Notre orchestre est né parce que nous souhaitions pouvoir donner aux anciens élèves la possibilité de continuer de jouer ensemble. És ők azért határozták el, hogy egy ilyen együttest hoznak létre, mert lehetőséget akartak biztosítani azoknak a diákoknak, akik gitározani tanulnak, hogy amikor befejezték a tanulmányokat, maradjanak együtt, és próbálják a zenei tudásukat, tanulmányaikat tovább fejleszteni együtt. Donc, depuis, notre orchestre a un peu grandi, et nous consacrons à un répertoire pour, d'un côté d'œuvres originales et d'autre côté de transcriptions. Természetesen vannak olyan művek, amelyek eredeti művek, és vannak olyan művek, amelyek lényegében átírt zeneművek. Nous allons commencer par vous jouer deux pièces de musique baroque. Tehát két barokk muzsikával kezdik a mai koncertet. Sont des arrangements, un mouvement d'un concerto de Telemann. Telemann a concertoja. Et une aria de Bach. Et Bach a fait aria.
Nous allons continuer avec une pièce, une danse populaire du compositeur russe d'origine arménienne Aram Khachaturian. Annyit lennék hozzá, amit elfelejtettem, hogy délelőtt gyerekekkel foglalkoztam, és ritkán adódik meg, hogy három városi konzervatóriumi tanár foglalkozna egy gyerekkel, és tanítsa őket a gitárra, természetesen a helyi tanárokkal együtt.
nous allons continuer ce programme avec la musique de chez nous. És egy hazai dalokkal, amivel fogjuk folytatni a mai programot. Ce sont quatre chansons basques. Négy basque ének. Compositeur Jézus Guridi. Jézus Guridinak hívják a szerzőt.
La suite du programme, nous allons jouer trois pièces de musique celtique. És most pedig három rövid művet fogunk játszani, keltos. La musique celtique fait partie du folklore à la fois du sud d'Angleterre et aussi de la Bretagne en France. Dél-Angliának a folklórja lényegében a keltezemek, illetve Bretagne-ban is nagyon népszerű. La première pièce s'appelle Reel, c'est une musique à danser. Et az első, ezt Reel-nek hívják, ez egy ilyen tánc-szá. La deuxième a comme titre Interdro, et c'est une musique avec une polyrythmie, plusieurs rythmes. És a másik egy több ritmusból álló zene. Et nous terminerons avec une marche écossaise. És egy skót indulóval fogjuk majd befejezni. Thank you.
Nous allons continuer avec un répertoire qui est aussi typique de la guitare. Et typique guitare, répertoire, folytatjuk. C'est la musique espagnole. Spagnola zene. C'est une pièce du compositeur Isaac Albéniz. Isaac Albéniz, d'accord, le muvain. C'est une pièce qui a comme titre « Sous les palmiers ». Oh, c'est mais on parle en fort. Qui est composé à l'origine pour le piano. Oh, mais il y a le seul tombe à l'arrivée. Donc c'est un arrangement que nous avons fait pour un pièce de guitare. Et je veux qu'il y ait une guitare dans le facteur. Thank you.
terminer ce petit concert. És befejezzük a valóságban is koncertet. Avec un autre type de répertoire aussi du domaine de la guitare. És a gitárzene egy más típusú repertoáriával. Il s'agit de la musique brésilienne. A brazil zenével fogjuk befejezni. Nous allons donc vous jouer quatre danses populaires brésiliennes. Négy brazil népdalt fogunk játszani. Du compositeur Celso Machado. Celso Machado, a szerző. Thank you.
Köszönöm a vendégeinknek ezt a kellemes, különös, elsőséges hangvételi koncertet. Merci pour les invités pour l'orchestre. C'est agréable soirée. Nagyon szívesen hallgatunk még tőlük egy ráadást, hogyha készültek esetleg. Merci, si vous pouvez encore jouer un morceau. Merci, on fait bon. Si vous avez préparé. És bízom abban, hogy talán találkozhatunk még itt valahol Magyarországon. J'espère bien qu'on va rencontrer la prochaine fois ici en Hongrie ou peut-être en France. Ce sera avec le plus grand plaisir de vous accueillir en France. A legnagyobb öröm számunkra az lesz, ha önöket láthatjuk vendégül Franciaországban. Köszönjük tovább, sok sikert kívánok a szervezésnek. On souhaite beaucoup de succès pour l'orchestre. És szívesen hallgatjuk, ha van még valami felső. Et encore, en terminé avec une chanson. Merci. La marche est possible. Egy argentin szerzőnek a művét játsszák. Le vent d'automne. Az őszi cél.